Báltaszék első képviselőtestületi ülésén 25 napirendi pontról döntöttek. A döntések meghozatalában minden képviselő a város érdekeit tartotta szem előtt, mondta a város polgármestere Bozsolik Róbert. Ennek megfelelően nem nőtt 2020-ban sem a helyadó, az iparűzési adó és a kommunális adó mértéke sem. Döntést hoztunk arról, hogy újabb 5 esztendőre meghosszabbítjuk mind a gyermekorvos, mind a fogorvos feltárlátási szerződését. Bátaszékiek számára azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy valamennyi orvosi körzetben, akár felnőtt, akár gyerek vagy fogorvosi körzetben szakorvosi ellátást tudunk biztosítani. Nagyon örülünk, hogy ez Bátaszék azon kedvezményezett települések között van, akik ennek a lehetősége megvan. Döntöttünk arról is, hogy sajnos az élelmiszerárak növekedése miatt a gyermekek térítési díját emelni kell 2020. január 1-től. Ez átlagosan 6-10% közötti emelkedés fog jelenteni. Egy ebédnél ez durván 30, illetve 50 forint közötti költségnövekedés fog az érintett szülők számára jelenteni. De sajnos haladunk a piaccal, és a piac árnövekedését le kellett kövessük. Nem változnak 2020-ban a kegyeleti közszolgáltatáshoz kapcsolódó díjak, tehát nem növeljük itt sem a tereket, és a lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó díjak sem változnak. Így az volt az általános álláspont, hogy a lakossági terhek növelését nem célszerű önkormányzati berkekben továbbfokozni. Iparterület fejlesztésében egy újabb lehetőséget próbálunk megragadni. Nevezetesen elvilegben jóvá hagyta a képviselőtestület, hogy egy sajtüzem létesüljön majd az iparterületünkön. Megkezdjük a tárgyalásokat, előkészítéseket, és bízunk benne, hogy minél hamarabb meg is tud valósulni ez a beruházás. A sajtüzem 10-15 embernek ad majd munkát a városban, amely iparűzési adó tekintetében is hozzájárul a város költségvetéséhez. Elkezdte a helyi képviselőtestület a klímastratégia kidolgozását is. Egy klímatudatosabb gondolkodást szeretnének meghonosítani. A stratégián belül megfogalmazzuk azokat a feladatokat, hogy egy háztartás mit is tud tenni annak érdekében, hogy a maga módján hozzájáruljon a klímaváltozásnak a csökkentéséhez. Ez egy jó másfél éves programsorozat lesz, amit itt végre fogunk hajtani előadások tartásával, egyesületek bevonásával. Kiválasztottuk azt a gazdasági társaságot, aki egyrészt a rendezvények bonyolításában lesz a segítségünkre, másrészt segít nekünk összeállítani a klímastratégiát. Több gazdasági társaság is beszámolt a 2019. januártól októberig tartó gazdasági évük teljesítményéről, így többek között a Bátaszékét Marketing Nonprofit Kft. Is. Ugye tudjuk, hogy a Marketing Nonprofit Kft. Az a Bátaszék közművelődésének a feladatait látja el, és hát nem véletlen az, hogy ez a kérdés, hogy 10 hónap elteltével minden évben be kell számolniuk, hogy ez most már második, harmadik év óta rendszeresen megtörténik, tekintettel arra, hogy hát azért voltak az első időszakban olyan tranziens állapotok, amikor hát utólag derült ki, hogy azért pénzhiány meg egyéb van, és hát ezt mindig az önkormányzat, mint tulajdonos szeretné megelőzni. Ez a részben abból állt, hogy beszámolt a Kft.-nek az ügyvezetője a tevékenységükről, a mögötti pénzekről, bevételeiről, kiadásairól. Gyakorlatilag megnyugvással állapította meg a képviselőtestület azt, hogy a bevételek is kiadások között olyan különbség van, hogy tulajdonképpen pozitív szaldós ez a gazdasági év, tehát a hátralévő 2 hónapnak a levezénylését azt pénzügyi szempontból is viszonylag könnyen fogja tudni végezni a Marketing Kft. A második határozati javaslatban arról volt szó, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos, tulajdonképpen 500.000 forinttal további támogatást ad a Kft.-nek, hogy ezeket a nem tervezett feladatait, amit egyébként neki ki kellett fizetnie, illetve hát a működés költségei, azok megjelentek nála, azt valamiképpen finanszírozni tudja. A Marketing Kft.-nél alkalmazásban, pontosabban megbízással közreműködő könyvvizsgáló javaslataként került a napi rendek közé. Ő javasolta azt, hogy bizonyos finanszírozási problémák esetleges megelőzése érdekében jó lenne, hogyha a Kft.-nek az alaptőkéjét a tulajdonos felemelni 1 vagy 2 millió forinttal. Ezt több soron megvitatta egyrészt a Közművelődési Bizottság, a Felügyelő Bizottság, a Gazdasági Bizottság, és végül is az volt az általános vélemény, hogyha az esetleges
pénzhiány kivédését szeretnénk mindenféleképpen orvosolni, akkor nem biztos, hogy az alaptőke emelésével kell ezt tenni, hanem inkább a teljesítési szerződéseknek olyan megfogalmazásával, hogy valamiféle előfinanszírozást kapjon a KFT, ne havi bontásban kapja meg azt a támogatást, amit az önkormányzattól kap, hanem mondjuk negyedévi részletekben kapja meg, és végül is ez az előterjesztés, az önkormányzat részéről elutasításra került, mondván, hogy ennél jobb megoldások is léteznek, mint egy vagy 2 millió forintos alaptőke emelés. Elkészült az előző években megszokott és Bátorszék város lakói által közkedvelt eseményekből álló jövő évi programtervezet is. Ezt külön költségszempontból tárgyalta a pénzügyi és gazdasági bizottság, valamint tartalmilag a közművelődési, oktatási, ifjúsági és sportbizottság. Összességében nagyon kevés a változás, egy-két területen belül történt módosítás. Azon rendezvények esetében, amelyek 2 évente kerülnek megszervezésre, azok nem szerepelnek a jövő évi programtervezetbe. Ilyen például a királyi gasztronómiai est. A vitatott, vagy hát inkább csak megbeszélt, vagy megtárgyalt kérdések, azok elsősorban a finanszírozásnak a kérdéseiben jelentek meg, abban, hogy egy ilyen költségvetésű kulturális rendezvény sor mögött mennyi szponzorációt lehet megtalálni, és hát ugye az előző évek szponzorációitból kiindulva tulajdonképpen ez egy tisztességes támogatás volt azoktól, akik hát valamilyen meggondolásból, vagy akár üzleti érdekből az egyes rendezvényeket támogatták, és én azt gondolom, hogy ugyan ők a 2020-as évben is bizonyára meg fognak jelenni. Ha egy kicsit szerencséje lesz az önkormányzatnak, akkor talán még több is lesz ez a szponzoráció, mint az előző években, de ezt előre most még nem lehet megjósolni. Újdonság viszont, hogy Bátorszék rendezi jövőre az Euromóka elnevezésű nemzetközi játékot. A város 1993-ban már rendezett ilyen programot. A verseny hasonlít a korábban nagyon népszerű Játék határok nélkül címet viselő televíziós vetélkedő sorozathoz. Azok a testvérvárosok, akik Nyugat-Európában a mi testvérvárosunknak további testvérvárosai voltak, tehát Bézigheimnek Ay Franciaországban, Condé Belgiumban, Newton Abbott Angliában, tehát ezek már nagyon régóta, már a 60-as évek vége óta minden évben rendeztek a fiataljaik számára egy ehhez hasonló vetélkedő, tehát földi körülmények között, tehát nem ilyen extra felszerelésekkel, mint amit a televízióban látunk, de ugyanakkor nagyon ötletes, meg nagyon, nagyon jó kis játékok szoktak ezek lenni. Többnyire egy ilyen 18-tól mondjuk 28-ig terjedő életkorúak számára szerveződnek ezek a játékok, és minden évben másút kerül megrendezésre. Tisztázódott, hogy Bátorszék lesz a rendező, és ide fogjuk várni ezeket a városokat, illetve fiataljait, delegációit, és hát ránk esik a megrendezésnek a joga, meg hát persze a feladata is, ami nem kis dolog, az elszállásolás, az étkeztetés, a játékok, a versenyeztetés, a zsűriztetés, tehát egy csomó olyan dolog, ami tulajdonképpen ezzel jár egy ilyen rendezvény megrendezésével. A program a Bátorszék Város Napja rendezvénysorozat része lesz 2020. júliusának első hétvégén.